Kreativitás a közszolgálatban. Ezt a címet kapta az a rendkívüli kiállítás, amely a polgármesteri hivatal dolgozóinak alkotásait mutatta be a Városháza galériában. Az aulába lépve meglepődve tapasztaltuk, hogy közszolgáltatásban dolgozó művészek egyáltalán nem hobbi szinten élnek szenvedélyüknek, hanem már-már professzionális alkotásokkal találkozhatunk. Már tavaly beszéltük egyik kolléganőmmel, mondta nekem, hogy milyen jó ötlet lenne, hogyha így tudjuk egymásról, hogy a szabadidőnkben tevékenykedünk, és hobbinknak úgymond hódolunk, milyen jó lenne összefogni ezeket a tevékenységeket egy kiállítás keretében, és szerencsére volt itt házon belül is az ötletnek gazdája, így másik kolléganőm, aki így felkarolta ezt a projektet, és összefogta úgymond az alkotókat, és sikerült egy ilyen kiállítást összeállítanunk. A tárlat 9 művésznő alkotásait mutatta be. Volt, aki egyedi gyöngyékszereit hozta el a közönségnek, de ikonok, festmények, rajzok és művészi fényképek is helyet kaptak a falon. Sőt, mi több, színes patchworköt és gyönyörű tortákat is megcsodálhattak a vendégek a Városháza galériában.